A Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak énekétől volt hangos a nemrégiben felújításon átesett evangélikus társegyház temploma. A felújításra Magyarország kormánya biztosított 15 millió forintot, mondta el Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője a hálaadó istentisztelet alkalmával. Az elmúlt időszakban Kárpát-medencében kb. 3000 templomot, egyházi közösségi teret tudtunk felújítani. Ezek közül 200 új templomot sikerült építeni, és az én körzetemben is megújultak a templomok, legyenek ezek akár katolikusok, reformátusok vagy evangélikus templomok. Nemrégiben egy hasonló evangélikus templom felújításának átadásán lehetünk közösen a püspök úrral, mégpedig Kismányokon, és most pedig Dombóváron. A Dombóvári Evangélikus templom felújítását adhatjuk át ünnepélyes keretek között. A felújítás során megújult a templomtorony tetőszerkezete és homlokzata, továbbá újrafestették az épület külső falait is. Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke hangsúlyozta, hogy a nagyobb felújítási munkákat nem tudnák kormányzati segítség nélkül megvalósítani. A helyi gyülekezet, azok, akik a településen születtek, élnek, ott keresztelkedtek, ott nőttek fel, magukénak érzik ezt az épületet, az ő adakozásukból van a tulajdonképpen minden éves karbantartás, amikor egy kicsit alul esetleg meszelni kell, ha felvizesedik, ugye nagyon sok épület küzd Magyarországon ezzel a problémával. Az elmúlt időszakban 3000 templomot és egyházi közösségi teret újítottak fel, és csaknem 200 új templomot szenteltek fel Magyarországon, Kárpátalján, Erdélyben, a Felvidéken és a Délvidéken.